Csökkent a pékségek forgalma az elmúlt időszakban. Ahogy emelkedik a termékek ára, úgy vásárolnak egyre kevesebbet az emberek, még kenyérből is. Az általunk megkérdezett vállalkozó szerint a drágulás okai kézzel foghatóak. Három tényező is befolyásolja ezt jelenleg: a liszt, a kenyér előállításához szükséges energia, valamint az üzemekből a boltokba történő szállításhoz kapcsolódó üzemanyagár. Az utóbbi 50%-os emelkedése már látszik a polcok árjelzőin is. Ennek az árdrágító hatása körülbelül 10%-os lesz ebben a hónapban, ezen felül természetesen a gáznak olyan drasztikus az áremelkedése a világpiacon, hogy körülbelül annak örülünk, hogyha kapunk, az ára az gyakorlatilag a másodlagos tényezővé vált. Tavaly ősszel én még mondjuk 2 forintért kaptam a gáznak mondjuk egy egységét. Ez januártól 22 forint lesz, ami 11-szeres drágulást jelent. A villamos energia 4-szeres emelkedésen van túl, a liszt ára pedig több mint a duplájára nőtt. Ennek egyik fő oka, hogy már a vetőmagot is sokszorosáért vették a gazdák, valamint a termeléshez szükséges anyagok és a gépek üzemeltetési, fenntartási költsége is a gazdálkodókat ugyanúgy sújtja. Azt látjuk, hogy a piac nem úgy reagál, ahogy idáig reagáltak, vagy ahogy kiszámítható lett volna, hogyha nagyobb az oszály, akkor inkább bevásárolnak, úgymond a raktárokat megtöltik, hanem óvatos vásárlásokat hajtanak végre a malmok és a kereskedők, kisebb mennyiségeket veszegetnek, rövidebb intervallumokra. Elindult egy külföldi spekuláció is, hogy behozzák az országba akár a kukoricát, akár a buzát, ez is egy picit árletörő hatással van az itteni árakra, azért is stagnál és ugrál már körülbelül 2 hete, 12.500 és 13.000 forint között az étkezési buzának az ára, nem nagyon haladja meg a 13.000 forintot. Tehát ezek mind arra tendálnak, hogy a termelők nem fogják tudni olcsóbban adni, az energiaárak meg ugyanúgy begyűrűznek hozzánk is, a szállítás, a tisztítás, a szállítás, mindenféle költség azért ebbe az irányba tendál el. A szakemberek szerint tehát a jelenleg sem alacsony liszt ár sokáig nem lesz tartható. Az őszi műtrágya ára 450.000 forint tonnánként, ami igen magasnak számít. Kovács Péter szerint az üzemek volumen csökkenése csak a mostani árszínvonalon lehetne elkerülhető. Évek óta egyre kevesebb hagyományos pékárut fogyasztunk. Jelentsen ez egyébként a hagyományosban már nagyságrendileg a barna kenyerek is beletartoznak, tehát hogy nem gluténmentes meg ilyeneket. Tehát évek óta egyre kevesebb pékárut fogyasztunk. Ennek az üteme a következő hónapokban, években gyorsulni fog mindenképpen. Az alapanyagok és az előállításhoz szükséges energia tehát a kenyérre vetítve óriási változást fog hozni. Jelenleg 700 forint a kiló kenyér ára, és a jelek szerint november végére elérjük a lélektani 1000 forintos árat is. Ez pedig azt eredményezheti, hogy tovább csökken majd a kenyér iránti kereslet, ami a péküzemeknél komoly bevételkiesést, vagyis várhatóan újabb áremelkedést generálhat majd.